Tisztelt Országgyűlés, Vadai Ágnes képviselőasszony, a DK képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez. Miért Európa koldusait kívánják önök fölnevelni címmel? Vadai Ágnes képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm. Tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony! Az Európai Unió alapjogi ügynökségének jelentése szerint a magyar gyerekek egyharmadát, egészen pontosan 33,6%-át fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. Ez a negyedik legrosszabb adat az Unióban, amit csak Bulgária és Románia, illetve csekély mértékben Görögország múl alul. A gyerekek több mint negyed része ér lakhatási szegénységben, ahol a család hónapról hónapra egyre reménytelenebb küzdelmet folytat azért, hogy ki tudják fizetni a lakhatás költségeit. Ha valahol ezeknek a gyerekeknek a családjában el kellene a családtámogatás. Sajnos azonban döntő különbség van az önök és a mi felfogásunk között. Önök úgy gondolják, hogy a családtámogatási rendszernek minél több gyerek vállalására kell ösztönözni, szerintünk viszont nem gyerekek számához kötött prémium az, amelyik ösztönzi a gyerekvállalást, hanem ha biztosítjuk a már megszületett gyerekek számára az emberhez méltó körülményeket, és hogy olyan körülmények között lehessen őket fölnevelni. Önök ennek megfelelően a támogatást elsősorban a tehetősebb, jómódú családoknak szánják azzal a célra, hogy ott több gyerek szülessen. Mi viszont azt gondoljuk, hogy minél nehezebb körülmények között él egy család, annál inkább támogatni kell a gyerekeik fölnevelését, főleg ha a szegénységnek köze van ahhoz, hogy több gyereket is vállalnak. Ennek megfelelően önök 9 éves regnálásuk alatt egyetlen fillérrel sem emelték sem a családi pótlékot, sem a gyes összegét, miközben bevezették a családi adókedvezményt, és a gyed átlagos összege 85%-kal emelkedett. Az csak értékrendbeli különbség, hogy ezzel a módszerrel mi nem értünk egyet, az bizony ténykérdés, államtitkárasszony, hogy ön hiába is lódít itt mást, az önök erőfeszítési meddőek maradtak, mert még a mi kormányzásunk ideje alatt legalább 95 ezer gyerek született, sőt két esztendőben számuk alig maradt el a 100 ezertől, 2010 óta ez a szám 90 ezer körül stagnál. Élesen megmutatkozik ez a különbség az önök által előterjesztett és a demokratikus koalíció által benyújtott 7 pontos családvédelmi program között is. Önök kedvezményes hitelről beszélnek, önök jelzáloghitel törlesztő részlet átvállalásáról beszélnek. Önök arról beszélnek, hogy meghatározott összeggel segítenék egy nagyobb családi autó megvásárlását azoknak, akik egyáltalán gondolhatnak arra, hogy gépkocsit vásároljanak vagy fenntartsanak. Mi viszont már a megszületett gyerekekre is gondolva azonnal és jelentősen emelnénk a családi pótlékot, megakadályoznánk a gyerekes családok utcára tételét, javítani kívánjuk az állami egészségügyi és emelni az állami oktatás színvonalát, mert tudja, államtitkárasszony, a családok nem telik magániskolára vagy éppen fizetős egészségügyre. Mi tehát közelíteni kívánjuk a programunkkal a magyar gyerekek esélyét az európai átlaghoz, önök viszont fokozni akarják eddig is eredménytelen erőfeszítéseiket, ami nem több, hanem kevesebb gyerek születéséhez vezetett. Mindezt olyan áron, hogy közben látjuk azt, hogy hogyan szegényednek el ebben az országban nagyon sokak, és hogyan lesznek gazdagok nagyon kevesen, mint például Mészáros Lőrinc. Persze vannak olyan családok, akiknek ez a program, meg általában az ön családtámogatásuk nagyon remek, és nagyon kiváló. Ilyen az Orbán család, ilyen a Mészáros család, és ilyen a Tibor család is. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem fontos az összes többi család. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vadai Ágnes képviselőasszony. Válaszadásra megadom a szót Novák Katalin államtitkárasszonynak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Akkor próbáljunk szakmai vitát folytatni egymással. Ehhez jó lenne, hogyha tényeket ütköztetnénk tényekkel. Adatokról beszélt képviselőasszony, adatokat szeretnék önnek a figyelmébe ajánlani. Az az adat, amit ismertetett, az létezett 2015-ben, ma már nem így van. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan változott, hogyan alakult a szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel érintett családoknak és a gyerekeknek a száma az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy ma ez a szám 23,8% a statisztikai adatok szerint. Az Európai Uniónak az átlaga 24,9%, tehát az Európai Unióhoz képest, átlagához képest jobb helyzetben vagyunk Magyarországon. Az önök kormányzása idején ugyanez a szám 38,7% volt. Tehát, hogyha ön számokat szeretne ide idézni, akkor beszéljünk nyíltan és beszéljünk őszintén. Az önök kormányzása idején
lévő számhoz képest a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatával érintett gyerekek számához képest ma 40%-kal alacsonyabb ez a mutató. Én azt mondom, hogy még mindig van teendő ezen a téren, addig nem nyugodhatunk meg, amíg ez a mutató akár két számjegyű is lesz, de sokkal előrébb tartunk, mint az önök kormányzása idején, tehát 40%-kal tudtuk ezt a számot csökkenteni 7 év alatt. 7 év alatt több mint 300 ezer fővel csökkent ezeknek a gyerekeknek a száma, és 1,2 millió fővel csökkent a szegénységgel vagy társadalmi kirekesztettséggel érintett embereknek a száma Magyarországon. Ezek a hivatalos adatok, hogyha beszélünk adatokról, akkor beszéljünk a tényszerű adatokról. Aztán azt is mondta, hogy az egekbe emeltük a családi adókedvezménynek és a gyednek az átlagát. Legalább örülök annak, hogy ezt elismeri, hogy jelentősen emelkedett a családi adókedvezménynek, vagy éppen a gyednek az átlaga is. Egyre több családnak tudunk ezzel segíteni, de ön is tudja azt, hogy ha a családi adókedvezménynek a visszavezetéséről van szó, amit ugye a kormányzásunk elején ismételten megtettünk, miután önök ezt kivezették, akkor a családi adókedvezménynek egy következő lépés volt az, hogy kiterjesztettük az adó mellett a járulékokra is, éppen azért, hogy az alacsony jövedelműek is igénybe tudják venni ezt a lehetőséget. Ezen kívül bevezettük az ingyenes gyermekétkezést. Ma 3,5-szer annyit fordítunk gyermekétkezésre, mint az önök kormányzása idején. Ma már a bölcsödés és óvodás gyermekeknek a jelentős része ingyenesen étkezik a bölcsödében és az óvodában, és az általános iskolában is többen, mint az önök kormányzása idején. Ingyenesítettük a tankönyvellátást. Ma már az első 9 évfolyamon ingyenes a tankönyvellátásnak a biztosítása a családok számára. Bevezettük az Erzsébet táborokat, bizonyára ön úgy emlékszik, hogy azt is önök vezették be, jelzem nem, az Erzsébet táborokat mi indítottuk el, évente gyermekek százezreinek tudunk ingyenes táborozási lehetőséget biztosítani az Erzsébet táborokon keresztül. Valóban mi munkához kötöttük a családtámogatásokat, azért, mert van munka. Az önök idején nem volt munka, munkanélküliség volt, ma van munkalehetőség és munkához kötött családtámogatások. Ezzel egyébként a megkérdezett magyar embereknek több mint 99%-a egyetértenek a munka és a családtámogatások összekötésével. Hogyha pedig a demográfiai adatokról beszélünk, képviselőasszony, én arra kérem, hogy itt is tartsuk magunkat a tényekhez. Amit ön mond, ez azért megtévesztő, mert minden valamire való demográfus a termékenységi mutatót használja a termékenységi folyamatok leírásához. Ez a termékenységi mutató több mint 20%-kal emelkedett az elmúlt években. Ha azon a szinten rögzült volna, amely az önök kormányzása idején volt, akkor ma 75 ezerrel lenne kevesebb gyermek, és akkor 2030-ra 59 ezerre csökkenne a születések száma Magyarországon. Tehát én azt kérem, hogy maradjunk akkor a tényeknél, és örülök majd akkor, hogyha pozitívan, támogatóan állnak hozzá a családvédelmi akciótervről szóló törvénymódosításokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy megkérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. Annyit tetszett itt lódítani, hogy nem elég egy perc, hogy válaszoljak rá. Ezért engedjen meg, hogy a számok tekintetében, és nyilvánvalóan, hogy ön sokszor a KSH adataiból dolgozik, ahol tudjuk, hogy azért szeretnek hamisítani, de egy számot engedjen meg. Ezt ön biztosan ismeri. 20 millió forintot adott az ön minisztériuma katolikus nőiség tréningre. Ennek a feladata, hogy olyan orvosokat és ápolókat képeznek, olyan oktatókat képeznek ki, akik a menstruációs rendellenességgel, meddőséggel küzdő, illetve a saját nőiségüket, egészségüket értelmezni, követni vágyó nőket tudják megtanítani testük működésére. Ugye a tudomány mai állása szerint azért kellenek a nők a szüléshez. Na most képzelje el, államtitkár asszony, tudom, hogy 20 millió az önök számára apró pénz, de ebben a programban, amit önök támogatnak a katolikus szeretett szolgálattal együtt, például az orvos, aki részt vesz egy ilyen programba, azt vállalja, hogy nem segít meddőpároknak, hogy gyerekük legyen. Nem segít inszeminációban, és nem nyújt segítséget megerőszakolt nőknek. Önök így gondolkodnak a nőkről, akik sokszor elmondják, a család alapja. Önök 20 millió forintot hajlandók erre elküldeni, egyébként pedig össze-vissza hazudozik itt a különböző statisztikákról. Tanulmányozza ön itt. Képviselő asszony. A válasza akkor sem elfogadható. Képviselő asszony. A interpellációs műfajnak nem a másik személyében való sértés a meghatározója, hanem a szakmaiság dominanciája kellene, hogy legyen.
úgyhogy ezért kénytelen vagyok figyelmeztetni önt. Azt ugyan nem mondta ki, hogy nem fogadja el a válaszadó kérdését, de a tartalma a hozzászólásának az volt. Képviselőasszony, letelt az idő, úgyhogy befejezték, de a magánbeszélgetésnek nincs helye az ülésteremben. Úgyhogy mivel képviselőasszony nem fogadta el az államtitkári választ, kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés, az államtitkári választ, 112 igen, 30 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.